Pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ugye emlékeznek a híradó után Kuncze Gábort ígértem önöknek, ez nem tévedés, jönni fog, de megfiatalodott. De megfiatalodott, és itt van egy LMP-s szóvivő, Kanász Nagy Máté. Máté, jó reggelt kívánok. Készülj föl, légy szíves, mert Áginak sok-sok érdekes kérdése van, ami az LMP hogyan létéről, meg jövőjéről szól. Ágnes, tiéd. Fogy az LMP? Nem tudom, miért fogyna az LMP? Hát azért, mert... Gyarapodunk a tagságot tekintve. Hát... Nagy a születések száma demográfiailag? Hát vagy az is, illetve nagyon sokan lépnek be. De ugye most bejelentette Sallai R. Benedek, hogy 2018-ban nem indul, mert nem tud semmit elérni LMP-s politikusként. Nem ő az első, aki úgy gondolja, hogy inkább mással akar foglalkozni. De mielőtt válaszolnál, ki is akkor ő? Pár mondatban, hogyha leírnám. Hát Sallai Róbert Benedek, országgyűlési képviselőnk, mezőgazdasági, földügyekkel, fenntartatósági kérdésekkel foglalkozik többek között. És ő elnézést, picit... ő az a képviselő, aki cifraszűrbe jelenik meg, aki állandóan valami komoly performance csinál, tehát hiányozni fog tehát ilyen tempontból. Tehát ő akkor az LMP gőgöse? Aha, igen. Nem biztos, hogy így fogalmazik, de örülök, hogy akkor itt rögtön az elején sikerült megcáfolni, hogy ne lenne ismert politikus, tehát valóban ilyen akciókkal. Nem arról van, hogy nem ismert, hanem hogy ő is most azt mondta, hogy visszavonul. És egyre többen vonulnak vissza LMP-s politikusok. Nem érzik jól magukat a pártban. Én nem látom azt, hogy egyre többen vonulnának vissza. Illetve Sallai Róbert Benedek sem azt jelentette be, hogy visszavonult, tehát ő ugyanúgy képviselő marad, ezt a ciklusát kitölti, a pártban is vezető szerepet vállal. Itt egyszerűen arról van szó, hogy azt mondta, hogy a következő jelölt állításnál egy kicsit hátrébb sorolja magát, nem szeretne úgymond az első 10 helyre bekerülni. Pedig csak egész... az első 5 fog bekerülni, ugye? Szerintem de az első... tudod, Ági? Hát ez a gyakorlat. És az első 5 be fog kerülni? Uh-huh. És ő tagul ezt a frakció? Én nem tudom, tehát miért... biztos, hogy meg fogják ugorni a küszöböt? Biztos, hogy meg fogjuk ugorni a küszöböt, és nem csak, hogy 5%-a, hanem hát most is, ha megnézzük a felméréseket, 6-7%-on állunk. Ez egy választási kampányban meg fog nőni. Most sikeres kezdeményezésekbe kezdtünk, akár Paks, akár itt a Városliget kapcsán. Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy valaki bedobná a törülközőt, hátralépne. Itt egész egyszerűen, ahogy ez ugye a tegnapi interjújában is elhangzott, olyan kérdéseket, személyes kérdéseket mérlegelt, akár a magánéletével kapcsolatban, akár az otthoni viszonyaival, civil munkájával kapcsolatban. Mi baj van a magánéletével? Semmi, sok gyereke van, fel akarja őket nevelni. Ez egy nagyon egészséges dolog. Szeretne még többet foglalkozni, természetesen. És szerintem ez egy nagyon pozitívum, hogyha megnézzük az LMP történetét, itt azért nem voltak olyan képviselők, most meg főleg nincsenek olyanok, akik két kézzel kapaszkodnának a székükbe, minden erővel, minden akaratukkal országgyűlési képviselők szeretnének maradni. Azért az LMP politikusai közül nagyon sokan, akár Robertet tekintve is, civil szférából jött, civil világból jött, vissza tudnak oda térni, tehát ők nem karrierpolitikusok, akik mindenképpen a médiafényben szeretnének. Ez egyébként nagyon jó, és például ugye Hatházi Ákosnak is van hova visszamenni, Szél Bernadettnek is, de biztos, hogy ez használ egy pártnak, mivel hogyha valaki nem karrierpolitikus akar úr, lenni? És utána Ágnesnak is válaszoljon, hogy például Szél Bernadett még nem járt stúdiónkba, ennek valami oka is van? Én nem tudom, ezzel kapcsolatban őt kell megkérdezni, biztos nagyon szívesen eljön ide. Én nem hát tudom. Minek van a szó? Engem, hogyha hívnak, én biztos, hogy eljövök, tehát én nagyon köszönöm a meghívást, én itt vagyok. Fél a kérdéseinktől talán? Én nem gondolom, hogy félne, nekem sincs itt félni való, úgyhogy én is nagyon jól érzem magam. Akkor ezt tolmácsolja a társelnök, vagy annyira elfoglalt, hogy csak szigorúan olyan televíziókba megy, ahol... Nem, ezt nem mondanám. Az biztos, hogy nagyon elfoglalt, és visszakanyarodva az előző kérdésre, ez is nagy szerepet játszik abban, hogy hát azért egy ötfős frakcióban, ez nagyon kevés ötfő, tehát hogy itt tényleg minden parlamenti vitára, parlamenti munkára felkészülni, ez egy óriási erőfeszítés. Én ott voltam a frakció körül akkor is, amikor még 15 képviselőnk volt, ugye az egy másik választási rendszer volt, tehát most ugye ugyanolyan eredménnyel kevesebb képviselőt lehet elérni.
Ez 2010-11-től ugye nyilván nem aztán volt a változások. Nem lehet a 2017-et így. Így van, de azt akarom mondani, hogy tehát egy parlamenti munka az valóban szükség lenne legalább 10-15 képviselőre. Ha megnézzük a fajsúlyos ügyeket, itt az oktatástól egészségügyen át, földügyek, korrupció, nagyon sok minden. Mit tesznek azért, mielőtt a nézők tovább zappolnak, ezért kell önt kérdésekkel önteni, kérdésekkel beleszólni, hogy valami történjen a műsorban, különben puk, és már egy másik csatornán vannak. Mi a biztosíték arra, hogy mit tesznek azért, hogy még egyszer 15 fős frakciójuk legyen? A jelenlegi rendszerben 15%-ot kell elérni, most azt gondolom, hogy ez a cél. Egy 10-15% elérése. Amint mondtam, most olyan ügyekbe kezdtünk, amiktől azt várjuk, hogy ez sikerülhet is. De hát Paks az olyan, hogy sorozatban verik vissza a kérdéseiket, nem lesz népszavazás, tudható. Ezt csak azért indították el, hogy esetleg meg legyen a 15%? Nem, ezt nem azért indítottuk el, hát azért indítottuk el, hogy ha egy ország életét hosszú évekre, évtizedekre, száz évekre egyébként, sőt, az atomhulladék miatt több tízezer évről is beszélhetünk sajnos, meghatározó beruházásról van szó, akkor itt igenis meg kell kérdezni a magyar embereket, és a Fidesz-KDNP egész biztosan nyugodtan aludhat, mi egészen addig be fogjuk adni ezeket a kérdéseket, amíg el nem fogadják. Most is elég nevetséges indokokra hivatkozva dobták ezeket vissza, ugye a választási bizottság részéről. Mi próbálkozni fogunk, mindent megteszünk, nem csak tehát hogy felhívjuk erre figyelmet, a népszavazás kezdeményezést is. Ha már népszavazás járványról beszélünk, mi történik Zuglóba? A képviselőjük egyáltalán, a képviselő jelöltjük be fog jutni? Ki fog győzni Zuglóba? Hát, hogyha megnézzük a realitásokat, nem vagyok benne biztos, hogy be fog jutni, mi egy jó eredményre számítunk, egy olyan eredmény számunkra siker, ami az országos támogatottságunk fölött hozza a szavazatokat. Mennyire befolyásolhatja ez a Liget programot, hiszen ők zöldek javából? Annyiban mindenképpen befolyásolja, és szerintük pozitív irányba befolyásolja, hogy ez a kampány is lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk a Liget kérdés fontosságára a figyelmet. Ugye ezügyben is népszavazást kezdeményeztünk. Ez egy hasonlóan nagyon fontos beruházás. Nyilván nagyságrenddel kisebb, mint a paksi atomerőmű beruházás, de itt a budapestiek szempontjából szintén nagyon fontos kérdés. Az, hogy itt szinte egy 100 milliárdos beruházást terveznek az emberek megkérdezése nélkül, úgyhogy a Városliget zöld felületét letarolják, a számunkra elfogadhatatlan. Egy kérdés maradt még hátra. Remélem is, hogy fertőző lesz az engem a engem az érdekelne, hogy 5%-os pártként tudnak-e tenni az ellen, hogy itt tönkre tegyék a gimnáziumi oktatást? Mindenképpen. Ez egy érdekes rövid válasz volt. A 106 jelöltből mennyi van meg? 106-ból 106 van meg. Ezt tudom jelenteni. 100-ból 106, és ezek ütőképesek? Természetesen. Mi a legütőképesebb jelölteket állítottuk eddig. Már is. Már megint terror alatt vagyok, és a fülembe azt mondták, hogy Ági ismételje meg a kérdését, és már meg is ismételte elméletben, fejezze be a gimnáziumra adott válaszát, igen, nehogy a torkában maradjon. Ez Palkovics Lászlónak volt egy bejelentése, amit egyébként nagyon érdekes, hogy a sajtó nyilvánosság most kezd felfedezni, mi már két héttel ezelőtt is reagáltunk erre. Ez egy egészen elképesztő lépés, sajnos beleilleszkedik az eddigiek sorába, egy tudásellenes intézkedés, kormánynak az a célja, hogy kevesebb gimnazista legyen Magyarországon. Lehet, hogy kevesebb gimnazista jelölt van, lehet, hogy sokkal kevesebb diák van. Ez biztos, hogy nem így van. A Fidesz ezt szeretné. De itt szembe mennek a valósággal, szembe mennek a magyar családok, diákok szándékaival. A Fidesz lehet, hogy azt szeretné, hogy már 14 éves korban az ember ítélőképes legyen? Ezt tegnap ki is mondták a parlamentben képviselőm kérdésére, valóban ezt szeretnék, csak sajnos nem ez a realitás. És rosszabb az oktatás színvonala a szakmunkás képzőkben, nincsenek közismereti tárgyak, sokkal ezért kéne inkább érettségi, és minden utána szakma. Megy ez a lebutítás. Ennyi, ami belefért mai beszélgetésünkben, amit természetesen még folytatni fogunk. Köszönjük, hogy köszönjük továbbra szépen is velünk vannak, és most a korábban beharangozott Kunce interjú következik, melyet tegnap késő esti órákban rögzítettünk, és mi is itt maradunk, és figyeljük, hogy önök mennyire figyelnek minket. A legkeresettebb riportalany következik, a volt belügyminiszter, az SZDSZ volt elnöke, aki ugyan a kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát úgy otthon, de lehet, hogy csupán arra vár, hogy egy biztos befutó párt, vagy talán az ellenzéki pártok őt jelöljék miniszterelnök jelöltnek, és akkor már is kezdjük. Köszönjük, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.